betonon hasalok, távoli hang csak a gyász. Lassan lüktet egy ér, fellobog halkan a láz. Sima tenyér a hátamhoz ér, úgy csak játszik a szél. Tudom már messze vagy rég, benne minden halk szabad él. Halott virágok illatán nyűgik a fák, és megrázkódik a táj. Valami véget ért, valami fáj. Fölém nő az ég, álmodni nem hagy a vád. Ha becsukom fáradt szemem, tekinteted az arcomba vár. Szemed tüzén ég, megfakulok, de lassan újra feljön a nap nélküled. Virágok illatát nyugik a fák, és megrázkódik a tár. Valami véget ért, valami fáj. Halott virágok illatát nyögik a fák, és megrázkódik a táj. Valami véget ért, valami véget ért. Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a mai napon. A 2012-13-as tanév ballagásán. A 2013-as év jelentős évszám az iskola történetében. Kereken 60 éve, 1953-ban kezdődött meg az iskola rendszerű szakképzés városunkban. Eleinte a kaposvári 503-as éveli szakmunkásképző intézet fiókiskolájaként működött az intézmény, később 1970-ben lett önálló, ekkor lett önálló gazdálkodó, ekkor lett önálló tantestülete, egészen 2011-ig önállóan működött, önállóan gazdálkodott az intézmény. Az elmúlt tanév végén első alkalommal sorakoztak a végzősök a Széchenyi Zsigmond szakközép és szakiskola marcali telephelyének ballagó diákjaiként. A jelek szerint az idei évben az utolsó alkalommal történik ez meg. A Széchenyi iskolát szakmai profilja miatt a Vidékfejlesztési Minisztérium szándékozik továbbiakban fenntartani bennünket, mivel más a profilunk, továbbra is a tervezve fenntartó intézmény vonaszárnyai alá. A változások korát éljük, de jó esetben ebből a diáknak nem szabad semmit észrevennie. Maximum elbizonytalanodik, ha megkérdezik iskolája pontos nevét. De félretéve a tréfát, a változások ellenére diáknak, pedagógusnak ugyanaz a dolga egy iskolában. Az iskolában ismeretek szerzése, átadása feladat úgy az elmélet, mint a gyakorlat területén. Egy marcaliban működő intézménynek emellett a város munkáltatói részére biztosítani kell a szakember utánpótlást, ahogy ezt tette az elmúlt 60 évben is. És ezzel megfelelő kínálatot kell biztosítani a pályaválasztó fiataloknak. Természetesen mindezek mellett sok más feladata van az iskolának, sok más történik egy iskolában, ezt ti is tapasztalhattátok. Bízom benne, sok kellemes élményt szereztetek nálunk, a szép emlékeket őrizzétek meg, az esetlegesen megért kudarcok pedig szolgáljanak tanulságképpen a jövőre nézve. Köszönöm.
Köszöntelek benneteket a 2012-2013-as tanév ballagási ünnepségén. Elszállt egy év, egy iszonyatosan nehéz év. Számunkra főként az utolsó egy hónap jelentett megpróbáltatásokat. Nehéz pótolni 4 évet így cseki idő alatt, és mi olykor ezt próbáltuk megtenni. Most utoljára állok mikrofon előtt, de büszkén teszem. Nem volt egyszerű a feladatom, hiszen rövid idő alatt kellett összegeznem az itt eltöltött éveinket. Ugorjunk vissza az időben. 2009 nyara, a beiratkozás. Számomra emlékezetes, ugyanis már erről elkéstem. Első nap, nem ismerek senkit. 4 évet nem bírok ki, nem négy. Szóval 4 évet nem bírok. Végül mégis belevágtam, lesz, ami lesz. Aki nem teljesít, az legfeljebb felnégyelik, kerékbe törik, karóba húzzák. Igen, a karó szó igencsak rányomta a bélyegét a tanulmányainkra. Ez persze nem csoda, hisz bizonyos esetekben egy kutya okosabbnak bizonyult, mint mi. Ráadásul, ha nem figyeltünk, úgy maradtunk. Így fordulhatott elő, hogy az egyik pillanatban még az ókori demokrácia, a másikban pedig már a német megszállás volt a téma az órán. Pedig az osztályfőnökünktől is rengeteg segítséget kaptunk. Bármit kérdeztünk, a válasz a következő. Csináld a feladatot, vagy megbuksz. Ez talán azt jelezte, hiányozni fogunk. Kedves szüleim, tanárok! Itt ragadom meg az alkalmat, hogy megköszönjem a belénk fektetett bizalmat, a sokszor tanúsított megértést, mindazt az áldozatos munkát, amit az elmúlt évek alatt nyújtottak számunkra. Igyekszünk nyitottak maradni a világ kínálta lehetőségekre, és törekedni fogunk arra, hogy másokra figyelő, érző emberekké váljunk. Még nem hisszük, csak tudjuk, hogy a házi feladatok, a felelések, a dolgozatok mind értünk voltak, még ha az adott pillanatban nem is így gondoltuk. Sok olyat tanultunk általuk, amiknek majd hasznát vehetjük az életleckének tanulásakor. Kedves végzős diáktársak, alsó évfolyamos barátok! Köszönöm nektek ezt a 4 évet. Köszönöm, hogy elfogadtatok olyannak, amilyen vagyok, még akkor is, ha néha az arcom miatt alig fértem be az ajtón. Voltak nézeteltérések, lesznek is. És senki sem tökéletes, és nem vagyunk egyformák. Kedves osztálya, van egy általános igazság, amivel mindannyiunknak szembe kell nézni. Akár akarjuk, akár nem. Egyszer minden véget ér. Akármennyire is vártam ezt a napot, sosem kedveltem, ha valami véget ért. A nyár utolsó napja, egy nagyszerű könyv utolsó fejezete, búcsú egy közeli baráttól. De a befejezés elkerülhetetlen. A levelek lehullanak, becsukod a könyvet, elköszönsz. Számunkra ez is egy ilyen nap. Ma búcsút mondunk mindennek, ami ismerős volt, mindennek, ami kényelmes volt. Tovább lépünk. De attól, hogy elmegyünk, és ez fáj, lesznek emberek, akik részesei maradnak életünknek, akármi is történik. Ballagási ünnepségünk zárásaként végzős diákjainknak kivonulása következik. Diákjainknak erőt, kitartást és sikeres vizsgákat kívánunk!